Kérem szépen, ez ismerősünk igazából, és volt már itt ez a motor, igazából megcsináltuk, ugyanúgy, mint most leszettük a karburátort, kitakarítottuk, beállítottuk, minden csibi-dubi-dubi, és az a lényeg, hogy amikor elvitt a srác, azt mondta, hogy teljesen jó volt, minden fasza. Pedig ez aztán nem egy bonyolult. Igazából nem csináltunk vele semmi más, csak igazából a pilot csavaron állítottunk egy picit. És kész. És az vele a gond, hogy tökéletesen működik, indul, pöc, röf, megy, mind a két henger, minden fasza, de egy picit rá kell neki húzni a szivatót ahhoz, hogy szépen menjen. Ha visszatúlja a szivatót, akkor egyszerűen néha fogja magát, ez leáll. És nagyon sokat állt a motor. Úgyhogy most ezt csinálgatja Bencukom. Kicseréltem, nézd meg, ott van a új tűz, raktam bele minden faszom. Hát nem tudok vele mit mondani. Úgyhogy majd most adunk neki akkor több anyagot. Mondjuk ez a cső, hogy így meg van törve. Látod, itt meg van törve ez a cső. Tudom, de valójában azon áttolja magát a víz. Mert ugye itt bele van vezetve a víz a izébe is. De hát nem tudom, Fran se tudja. És még az sincs, hogy bent próbálta ki, mert én próbáltam ki, és tökéletes volt. Ugye nekem is ilyen van. Most éppen kitettem napozni, mert az egyik kuncsaftunk hoz egy KTM-et, egy nagy 1003-ast, vagy mit tudom én milyen KTM-et, átgumizzuk neki. Ide és igazából én meg azért, hogy tudjon ő is haladni, én meg odaadom neki, mondtam neki, válasszon a motorjaim közül, és ha oda kitettem a Shadow-t, meghozza a KTM-et, azt akkor elmegy a Shadow-ommal. Úgyhogy következő, ez a motor készen van, lehet érte jönni, ez a motor is készen van, sokkal jobb lett. Azon belenéztünk az agyába, olyan hű, de nagy dolog nincsen, hátsó munkahengert levettük, átpumpáltuk, semmi baja nincsen. Hát annyi, hogy persze, na. Ezzel a BMW-vel az a baj, most már én is azt mondom, pedig én nem vagyok ez a, akinek van ma banánra, annak legyen majomra, meg ilyen baromságok. De én azt gondolom, hogy akinek tehát valahogyan összekaparja azt a 6-8-10 millió forintot egy ilyen BMW-re. Mindegy, hogy most RT, tök mindegy, hogy GT. És megveszi ezt újonnan. Az ne gondolja azt, hogy őt ebben fogják temetni. Ne gondolja azt, hogy ez egy hibátlan motor. Tehát én azért mondom neked, ezt már nagyon sokszor mondtam, a mérnökök most már azért kapják a 10-15 ezer eurós havi fizetést, hogy beleépítsék a hibát. És igenis, hogy bele van építve a hiba. Ez ennél a Mercedes-emnél nagyon összejött. Tehát itt most már jó a kaszni, nem rohad el, mert jó a motor, megy, mint a vadbaromba, az meg olyan erős, mint az állat, alig fogyaszt, jó a fogyasztás, jók a fékek, minden jó. Basszunk bele minél több elektronikát, érted? Menjen tönkre az. Na, jó? Köszönjük a figyelmeteket!